biztosított a gyógyszerek folyamatos utánpótlása, ezért nem fontos, hogy azokat több hónapra előre kiváltsák. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A témával kapcsolatban itt van a stúdióban Nyitray Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, és Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, akit kérdezünk még arról is, hogy csillapodott az elmúlt napokban a gyógyszervásárlási láz, és arról is, hogy milyen gyógyszertári óvintézkedéseket tettek a vírus terjedésének lassítása miatt. Uraim, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Ugye 2300 patika, több mint 12 000 alkalmazottal, ha a gyógyszerészeket és az asszisztenseket is nézzük. Nyitray Zsolthoz fordulok. Ön a hétvégén talán nem véletlen, ez rengeteg ember köszönetet is mondott nekik. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a TV2 nézőit, köszönjük a meghívást. Valóban hadd kezdjem azzal, hogy ugye túl vagyunk az első hétvégéjén a kijárási korlátozásnak, és én szeretném megköszönni minden magyar honfitársunknak azt, hogy komolyan veszik ezt az intézkedést, betartja a szabályokat, és hát remélhetőleg, ahogy megyünk bele ennek a sűrűjébe, még fegyelmezettebben tudunk majd megfelelni ezeknek a megváltozott szabályoknak, amelyek egyébként pusztán a mi biztonságunkat szolgálják, tehát azt, hogy a vírusnak a terjedését azt lehetőség szerint a lehető legnagyobb mértékben le tudjuk lassítani. Különösen fontos ez idős honfitársaink miatt, ugye számukra egy 9-től 12 óráig terjedő időszak áll rendelkezésre, ami nem egy könnyítés, inkább én ezt egy szigorításnak mondanám. Lehetőség szerint arra kérjük az idős honfitársainkat, hogy akkor se menjenek el boltba, vagy éppen gyógyszertárba, hanem kérjék meg rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, vagy éppen az önkormányzatot, hogy segítsen nekik ebben a dolognak a megoldásában. És hát rákanyarodva valóban a fő témánkra, ugye a gyógyszertárakra és a gyógyszerészekre, én szeretnék köszönetet mondani a több mint 12 000 gyógyszerésznek és gyógyszertári alkalmazottnak, asszisztensnek, akik hát ezekben a napokban és hetekben különösen fontos munkát végeznek az ország több mint 2300 patikájában. Ugye Magyarország kormánya közéleti munkáját azt a Párbeszédre alapozza, és ez így van a gyógyszerészek esetében is, és itt a Magyar Gyógyszerészi Kamarával dolgozunk, és megyünk előre közösen. Elnök úr, egyébként hogy látja, hogyha most Nyitray úr gondolatához kapcsolódunk, valóban fegyelmezettebbek az emberek? Tehát nem vásárolnak fel annyi gyógyszert, nem mennek azok a korú emberek a patikába, inkább elküldenek maguk helyett másokat, akik kifejezetten veszélyeztetettek? Hadd kezdjem azzal, hogy talán az országban az elsők között voltunk a gyógyszertárakkal, ahol azt kértük a betegektől, hogy lehetőség szerint a gyógyszertárnak a beteg terébe egyszerre csak egy ember menjen be, és az volt a tapasztalatunk, hogy a betegeink megértették, hogy ez nem csak a gyógyszertári dolgozóknak a védelmét, hanem elsősorban az ő védelmüket szolgálja. A szombaton életbe léptetett kijárási korlátozással kapcsolatos igazi tapasztalatokat csak ma, holnap, holnap után fogjuk tudni érzékelni, de elnézést, leesett. Jó. Tehát csak ma, holnap, holnap után fogjuk tudni érzékelni, de én azt remélem, hogy az elmúlt heteknek a tapasztalatai alapján ezt a betegeink meg fogják érteni. Ami pedig a gyógyszervásárlásnak a kapcsán az önmérséklet kérést illeti, az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 2-3 napban erre már egy kicsit jobban odafigyelnek úgy szintén a betegeink. De megnyugodhatnak egyébként a betegek vagy a gyógyszervásárlók? Tehát azért alapvetően mindenből van elég? Nem tudok más mondani, minden nap a nagykereskedőknek a vezetőivel egyeztetek arról, hogy milyen a nagykereskedelmi utánpótlás, és az ő elmondásuk szerint egyrészt van a raktáraikban, másrészt hozzájuk is a gyárok folyamatosan szállítanak be. A patikusokat önök hogyan védik, azt leszámítva egyébként, amiről már szó volt most, hogy azért lehetőség szerint egy ember tartózkodik a patikában, nyilvánvalóan vannak ezek a plexifalak, vagy én legalábbis most a hétvégén két gyógyszertárban is láttam, már felszerelték a vásárló és a kiadó közötti kasszatérbe, vagy nem tudom ezt, hogy hívják. Nyilván mindenkinek a kreativitására szükség van, tehát a saját helyének a jellemzői figyelembevételével kell megoldani a védelmét. Ezzel együtt vannak olyan eljárásrendek, amelyek a gyógyszertárban nem csak a betegeknek a védelmét, hanem a gyógyszertárban dolgozó munkatársainknak a védelmét is célozzák. Használjanak maszkot,
használjanak gumikesztyűt, ugye pénzzel dolgoznak. Egyébként vegyük rá a betegeinket arra, hogyha egy mód van rá, kártyával fizessenek, legyen állandó fertőtlenítés a gyógyszertárban, sőt, arra is van lehetőség, hogy a fertőtlenítés idejére bezárják a gyógyszertárat, hogy ne ott és akkor kelljen ezeket csinálni, amikor a betegek ott vannak. Tehát rengeteg sok olyan szempontot megpróbáltunk összegezni a kollégáinknak, amelyeknek a betartásával a saját biztonságokat is tudják erősíteni. Kormányzati szinten várható bármilyen szigorítás? Meg ugye itt azt beszéltük, hogy a 9-12-ig tartó nem a gyógyszertárakra vonatkozó, nem a bevásárlóközpontokra vonatkozó előírás, ami az időseket illeti, az egy szigorítás és nem egy könnyítés. A patikákban várható valamiféle ehhez hasonló? Nyilvánvalóan itt elemezni fogjuk az első hétvége tapasztalatait a kijárási korlátozás tekintetében, és itt ezügyben is várjuk majd ugye a gyógyszerészi kamarának a visszajelzéseit, észrevételeit. Szerintem az a 4 pont vagy 5 pont, amit a Zoltán megfogalmazott a gyógyszerészeknek a felhívásában, amit a magyar polgárokhoz tettünk, az első körben szerintem egy kellő óvatosságra tud inteni mindenkit. Például ebben voltak olyan praktikus tanácsok, hogy amennyiben a gyógyszerész a gyógyszertárban nem tudja pont azt a gyógyszert odaadni a betegnek, amelyet felírtak neki, akkor legyenek, tehát forduljanak bizalommal a gyógyszerészre, és fogadják el azt a más típusú készítményt, ami egyébként ugyanolyan hatású, hogy ne kelljen másik gyógyszertárba menni, újra sorba állni, tehát ezáltal is tudjuk csökkenteni a vírus terjedésének a lehetőséget. Itt akkor is nagyon bólogat erre az opcióra. Igen, mert ő mondta. Nem úgy értem, de hogy nyilvánvalóan fogadjuk el a patikusnak az ötletét vagy a javaslatát a tekintetben. Teljesen felesleges átmenni akár busszal, megközlekedés egy másik gyógyszertárhoz, hát ha ott van. Igen, a gyógyszer helyettesítésnek a szabályait jogszabály rögzíti, és hogy melyik gyógyszer melyikkel helyettesíthető, az pedig hatósági előírások alapján rendezett, tehát nem kell attól félni a betegeknek, hogy a kollégáim ebben a történetben improvizálni fognak, tehát nyugodtan el lehet fogadni azt a javaslatot vagy ajánlást, amit a kollégáim ebben a helyzetben megtesznek. Elnök úr, kicsit, hogyha megengedi, hogy szakmázzunk itt, szóba kerültek az ibuprofén alapú fájdalomcsillapítók, amelyek nem feltétlenül javallottak most a járvány idején. Aztán azt is lehetett olvasni, hogy mégiscsak most ezzel kapcsolatban mi az igazság, vagy a tudomány mai állása szerint? Én inkább a hatóságnak az álláspontját mondom, hogyha vita van, akkor célszerű mindig a KH-hoz elmenni, és ilyenkor a hatóság az, amelyik megmondja, hogy mit lehet tenni, és mit nem. Az OGYEI, tehát a Magyarországi Gyógyszerhatóság, az Európai Gyógyszerhatóságnak az ajánlása alapján úgy fogalmazott néhány nappal ezelőtt, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az ibuprofen tartalmú gyógyszerek a koronavírus betegséget súlyosbítanák. Ez a hivatalos álláspont a hatóság részéről. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ebben a történetben, hogy arra figyeljünk, hogy az ugyanolyan hatóanyagú, de különböző fantázia néven megjelenő gyógyszerekből ne szedjünk be 2-3-at, mert azzal lehet, hogy többet tudunk ártani magunknak. És hogyha már itt a hatóságról, illetve eleve a hatóanyagokról beszélünk, múlt héten még a kormányinfon is szóba került a malária gyógyszer egyik alapanyaga, amelyből Magyarország meglehetősen komoly exportőr, és most ezt momentán visszatartjuk. Azzal kapcsolatban ő, mint ugye szakember, mit tud mondani? Ez valóban segíthet, vagy okozhat mellékhatásokat, nem tesztelték még? Hogyan működhet ez? Egyrészt abból kell kiindulni, hogy ennek a gyógyszernek az indikációi között értelemszerűen a koronavírus betegségben való kezelés nincsen benne. Tehát, hogyha itt ezt a gyógyszert elkezdik ebben az esetben, vagy ebben a betegségben használni, akkor ez egy speciális engedélyezési eljárást igényel, úgynevezett indikáción túli gyógyszerelésnek a lehetőségét. Erre vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések már megjelentek. Én ezt egy perspektívikus dolognak tartom abból a szempontból, hogy egyrészt azt lehet erről tudni, ez egy malária ellenes szer, de az immunrendszernek a működését befolyásoló hatása egyfelől igazolt, másfelől pedig különféle in vitro, tehát petricsészében vagy különféle laborokban történt vizsgálatok szerint van vírus gátló hatása is, és egészen kis eset számú, azt hiszem franciaországi meg kínai vizsgálatok azt mutatják, hogy
csökkentheti a tüneteket a koronavírus betegségben szenvedőknél, másfelől pedig a vírusmentességnek valamivel hamarabb, rosszul fogalmaztam, hamarabb lesz vírustól mentes a beteg, mint hogyha ezt a gyógyszert nem használná, de még egyszer mondom, itt a vizsgálatoknak a legelején tartunk. Ha minden esetre a kormány erre exporttilalmat rendelt el, akkor én azt gondolom, hogy a megfelelő klinikusoknak az ajánlása alapján egy jó döntést hozott. Köszönöm szépen, uraim, hogy itt voltak. Köszönjük a meghívást.